Szeretettel köszöntöm az Ökumeni TV nézőit. Mi emberek szeretünk ünnepelni. Nemrégen voltak olyan egyházi ünnepeink, amelyre szívesen emlékeztünk vissza. Nagypéntek, amikor Jézus Krisztus megváltott minket ott a Golgotai kereszten. Utána következett húsvét ünnepe, Jézus feltámadásának az alkalma. De nem csak ilyen egyházi ünnepeket ismerünk, hiszen nemrégen volt egy családi ünnep, amikor az édesanyákra emlékeztünk, akár egyénileg, akár közösségileg. A családok az édesanyja közösségében voltak ezekben a napokban, a gyülekezet pedig az ige közösségében, amikor emlékeztünk Jézus megváltói munkájára. De ahogyan vége lett az ünnepnek, az ünnepkörnek, úgy mindannyian elmentünk a magunk munkájába, abba a régi helybe, ahol korábban is dolgoztunk. Csak az ünnepkörre tettük félre azokat a munkaalkalmakat, amit addig végeztünk. Ugyanígy volt ez a tanítványok életében is, amikor Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten meghalt a világ bűneiért, mint Isten báránya, és feltámadásában nem nagyon tudtak bízni, nem nagyon tudtak hinni tanítványai sem. Hiába mondta Jézus nekik, őnéki szenvedni kell, meghalni, de harmadik napon föl fog támadni a halálból. Amikor a tanítványok látták Jézusnak szenvedését, eltemetését, látták, utána mindannyian visszamentek abba a megszokott munkakörbe, amelyiket korábban végeztek. A Bibliából tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus tanítványait a halászhálló mellől hívta el, ott a Genezáreti tó partján. És azt mondta nékik, hogy kövessetek engem, és azt teszem, hogy a jövőben embereket fogtok halászni, embereket fogtok Isten országába vezetni. És a tanítványok eddig ezt hűséggel tették is, amíg Jézus közelségében voltak, de amikor látták szerintük Jézusnak, a Mesternek a vereségét, ott a kereszten, és látták halálát, utána elgondolkoztak azon, érdemes-e tovább ezen az úton, ebben az elhivatásban megmaradni. Úgy gondolták, vége mindennek, és visszamegyünk abba a munkakörbe, ahol eddig végeztük munkánkat 3 évvel ezelőtt. És Jézus Krisztus halálból való feltámadása után a szétszaladt tanítványok után megy. Egy tanítvány után nem tud utána menni, az áruló Júdás után, mert Júdás nem maradt a tanítványi közösségben, hanem önként ítélkezett a maga élete fölött. Amikor visszavíve az árulási pénzt, a főpapok nem fogadták el tőle, és ezért ítélkezett élete fölött öngyilkos lett. Nem Jézust várta, nem a tanítványokkal akart együtt maradni, hogy bűnbocsánatot kapjon majd a föltámadott úrtól, hanem önmaga rosszul ítélkezett. A többi tanítvány is, a Péter, aki szintén Jézussal nem vállalta a közösséget, megtagadta Jézust, ő is visszament társaival együtt a Genezáreti tó partjára, de Jézus Krisztus vele is találkozni akart. Ott a tópartján, amikor megszólította, megkérdezte, Péter, szeretsz-e engem? És ez a kérdés 3-szor hangzott el Péter felé, mert 3-szor tagadta meg az Urat. Vagy pedig ott volt a másik tanítvány, Tamás, aki kételkedett szintén Jézus feltámadásában, Jézus ígéretében, amit előre megmondott, és a tanítványok, akik már meggyőződtek arról, hogy Jézus valóban él, valóban feltámadt a halálból, sőt, találkoztak is vele, és együtt voltak, ünnepelték Jézussal való találkozásukat, Tamás nem volt velük együtt, és elmondták a tanítványok, hogy találkoztak a feltámadott Úrral. És Tamás azt mondta, hogy addig nem hiszem el, hogy Jézus él, Jézus föltámadta halálból,
amíg én is személyesen nem találkozom vele. És a következő héten, amikor a tanítványok egybegyülekeztek, Jézus megjelent közöttük, Tamás is ott volt velük együtt, és Jézus azt mondta Tamásnak, hogy gyere ide hozzám, és azokba a sebekbe bocsásd be a te kezed, fogd meg azokat a sebeket, amit ott a Golgotai kereszten szereztem, kezeimen, lábaimon és az oldalamon. És amikor Tamás megtapasztalta, hogy az a Jézus az, aki megjelent közöttük, akivel ő korábban három éven keresztül együtt volt, hallgatta Isten országáról szóló tanítását, látta csodatételeit, most már elhitte, amit Jézus előre kijelentett, ő szenved, meghal, de föltámad a halálból. A feltámadott Úr Jézus Krisztussal való találkozása után el tudta mondani azt a hitvallástételt, amit így ismerünk a Bibliából, én Uram és én Istenem. Csodálatos dolog, hogy Pál apostol, aki nem volt Jézus Krisztusnak személyes tanítványa, vagyis nem tartozott a 12 közé, hanem később lett Krisztus követője, ő mondja el magáról, hogy Jézus, amikor föltámadt a halálból, megjelent a tanítványoknak, megjelent azoknak, akik ismerték őt, megjelent több mint 500 atyafinak, és elmondja Pál apostol a személyes tanúbizonyságtételét, hogy legutoljára én nékem is megjelent. A Krisztussal való találkozás annyit kell, hogy jelentsen nékünk, személyes találkozás. Tehát egy ünneplés ne csak annyit jelentsen nékünk, hogy megemlékezünk akár karácsonyról, akár nagypéntekről, akár húsvétról, a nagy gyülekezet közösségében, úgy érezzük, hogy hitben és lélekben erősek vagyunk, de amikor kimegyünk a templomból, talán kételkedések vannak szívünkben és lelkünkben. Az ünnep azt a célt szolgálja, hogy meghalljuk a hirdetett igét, és amikor élünk hitünk erősítésére, az úrvacsorával, a kenyérrel, a borral, akkor megerősödjön úgy a mi hitünk, a mi lelkünk, hogy találkoztunk a feltámadott Úr Jézussal. Mert ő ígéri meg nekünk, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem csak a 12-nek jelent ő meg, nem csak annak az egynek, aki el tudta mondani, hogy én is találkoztam vele, hanem ő azt ígéri a gyülekezeteknek, a benne bízó embereknek, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az ő nevében, ott ő jelen van. Tehát a mi ünneplésünk, a mi Krisztushoz való közeledésünk annyit kell, hogy jelentsen, hogy személy szerint találkozni akarunk vele, mert ő kész mi velünk találkozni. Ahogyan tanítványai után utána ment, hogy hitben megerősítse őket, éppen úgy hozzánk is jön a gyülekezet közösségébe, az ige által, szent lelke által, és ígéri nékünk azt, amit így mond az igében, hogy aki hűséges marad én hozzám, mint halálig, az elnyeri az örök élet koronáját. Jézus ezt tette értünk, hogy ő meghalt, feltámadt a mi örök életünkért, és hogyha meg tudjuk bánni a mi bűneinket, vétkeinket, amit emberek ellen vagy Isten akarat ellen cselekedtünk, akkor ő megbocsátja azokat, és megajándékoz az örök élet koronájával. Az ünnep tehát ne csak azt jelentsenékünk, hogy egy visszaemlékezés, hanem hitben való megerősödés, Krisztussal való találkozás. Hogyha megnézzük a naptárt, akkor azt látjuk, hogy húsvét után, feltámadás ünnepe után és Jézus mennybe menetele előtt vagyunk. És nékünk ez azt a lehetőséget adja, kérjük a mi Urunkat, hitben és lélekben, legyen velünk, jelenjen meg akkor közöttünk, amikor a gyülekezetben vagyunk, igét hallgatunk, vagy jelenjen meg otthonunkban, amikor hozzáimádkozunk, vagy igét olvasunk.
áldjon, szenteljen meg mindannyiunkat az élő, a feltámadott Úr, hogy közösségünk tudjon maradni vele, hogy át tudjuk érezni, ahol ketten vagy hárman egybegyülnek az ő nevében, ott ő jelen van.